Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a szépkorúakat, az időseket, és minden vendéget, akik a mai nap hozzánk jöttek. Köszöntöm a Szapiencia Egyetem hallgatóit, és hálás szívvel megköszönöm Bot Robertnek, a Gyergyó TV igazgatójának a mai rendezvénynek a megszervezését. Hiszen ő volt az, aki felhívott, és elmondta, hogy idén nagyon szeretné támogatni az idősek világnapját. Hát én mindannyiunk nevében szívem teljes szeretetével köszönöm meg ezt a nagyszerű gondolatot, hogy az idősek fele fordult, hogy az idősekre gondolt, és öröm számomra, hogy 25 éve ebbe az otthonban minden évben megünnepelhetjük az idősek világnapját. Köszöntjük azokat az időseket, akiknek sokat köszönhetünk, akiktől sokat tanulunk. Azt szoktam mondani, hogy az internet és a Google nem adja vissza azt a tudást, azt a bölcsességet, amelyet mi az időseinktől megtanulunk. Azonban nem tanítanak meg megöregedni. Gyökösi Endre szerint az idősödés egy folyamat. És mindannyiunknak az életébe, a kezébe van a kulcs, ami szerint tudunk öregedni. Tehát valahol elkezdődik az élet, valahol véget ér. Valahol, hogyha hasonlítani szeretném a természet körforgásához az időskort, akkor az őszülő fákra, az őszi fákra tudnék felfigyelni, hiszen az ősz a sokszínűségnek a jelképe. Igaz, hogy a tavasz kibontakozik, de az ősz a termést hozza, és az időskor az ő bölcsességével, az ő tudásukkal, ezt a színvilágot, ezt a bölcsességet hozzák számunkra. Én a vezetőségünk és az alkalmazottak nevében tiszta szívvel köszöntöm Önöket, és kívánom, hogy még sok évbe tudjunk együtt ünnepelni. Törekedjünk a szeretetre, az elfogadásra, a megértésre, és egymás kezét megfogva lépjünk tovább. Isten éltesse, kedves idősek! Köszönöm Bot Robertnek, hogy megszervezte ezt a szép ünnepséget. A Salamon Ernő Gimnázium énekkarának, a Hóvirág Tánc Együttesnek és Bajna György újságírónak, hogy itt vannak, és jelen pillanatban át is adom a szót Bajna Györgynek, aki felvezeti, hogy milyen műsor fog következni. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok, jó egészséget! Ha csak egynek is, egyetlen egynek is hasznára vált tanácsod valaha, ha csak egynek is, egyetlen egynek is szebb lett ettől neved dallama, nem éltél, teljesen hiába tudhatod. Kút lettél azzal a jó szóval, telekút, tán más is kedvét lelte meríteni onnan, s te tűrted békésen, néha-néha szótlan, csak példád marad olyankor velünk. Jó volt, hogy te lehettél pár percig mindenünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, békesség Istentől. Soha nem vettem részt öregek napi, idősek napi, szépkorúak napi ünnepen. Szerencsés vagyok, nem hiányzott. Korosztályom és a nálam idősebbek még úgy nőttek fel, hogy az öregek iránt a tiszteletet munkával eltelt éveik növelték bennünk. Ma jeles nap van, egy a 365-ből. A régi esztendők legkevesebb 50-60 ünnepnapból álltak, amikor a szépkorúak érezhették a feléjük áramló szeretetet, amikor a közös ebéd az együttlét melegétől volt ünnepi. Akkor is, ha a végén csupán csak
rácsos tészta volt az édesség. A szerencsések ma is gyakran együtt ünnepelhetnek, akiknek mást is juttatott a hosszú élet mellett a sors, e napon köszönhetők. Ezért vagyunk itt, búfelettető ajándékot hozva, bár a legtökéletesebb törődése pótolhatja azt, ami a szemekben csillan, ha együtt lehet szülő, nagyszülő, gyermek és unoka, netán dédunoka. Ünnepünk a hálanapja is, elsősorban Istennek, eddigi életünk minden percéért. Ő adja meg, hogy ne érezze soha senki fölöslegesnek magát, hiszen olyan kincsel rendelkezik, ami egy hosszú élet alatt tapasztalatból gyúlt össze. Ez a mi igazi, el nem vehető gazdagságunk. Aztán ne feledjük, a szív nem ráncosodik, ahogy a lélek se. Minden idősnek joga van a nyugalomra, a törődésre, a biztonságra. Megszolgálta. Számára csak egy dolog marad, elismerésre lenni azok iránt, akik ügyelik, óvják apró örömeit, ha úgy hozta, hogy nem lehet szerettei közelében, akik mindent megpróbálnak tenni azért, hogy ne érezze keresztviselésnek az életet. A Gyergyó TV nevében azt kívánjuk, ezzel az ajándékkal áldja meg a mindenkit szerető Isten. Boldog ünnepnapot, kedveseim! Először fiatalos műsor lesz, a középiskola énekkara fog énekelni és muzsikálni, Korpos Szabolcs tanár úr vezetésével. Szólót Benke Bernadett és Blénesi Tamás énekelnek. Tálcán s csendben végig ég. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el. Voltam én boldog lángoló, bíbor piros ajkat csókra csábító. Most a szobámban magam vagyok én, s merengek a múltak ütemén. Hittem néked, s ezernyi csókban égett a nyár. Égben, szívben azóta ősz van, már későre jár, az én időm lejár. Hamvadó kis fehér parázs, megremeg az ében, úgy veri a láz. Nyugszik a tárca hamus peremén, az ő sorsa pontosan enyém. Zene szól az ében már valahol, a hold fenn az égen jár. Szívem, mint az express, úgy szakatol, állomásnál majd megáll. A szív az mindent nem bírhat el, holnaptán az sem fel. Ha szembe jössz is, nem is szólsz én hozzám. Hamvadó kis fehér parázs, megremeg az ében, úgy veri a láz. Nyugszik a tárca hamus peremé, az ő sorsa pontosan enyém.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit a Salamon Ernő Gimnázium kórusa és zenekara nevében. Egy pár dalocskát hoztunk önöknek kedvességből, nosztalgiából. Reméljük, hogy van egy pár olyan dal is, amit ismernek, vagy aminek az üzenete kicsit szebbé tudja tenni a mai napot. Sok kérdésre tudjuk már a választ, és hallgatunk vele. Ez a bölcsesség. Az alázat sem látszat, mint hajdan, és az apró is szebb lett, hogyha szép. Elszállt, aminek szállnia kellett, fehér és nem zöld a közeli hegy. Életet láttunk, elmúlást sokat. Leltározhatjuk már az éveket.
hogyha eltűnünk egy perc alatt. Velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt. Lehet észre sem veszel. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. De a gyermeket már észrevett. Bámulták szemmel ránk. Mert ő nemrég s tisztán született. Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Csak így érhetsz utol. Arra nézz, hova vágyat hív, mert mi ott leszünk valahol.
akkor mindörökre elveszek, és már nem kell, aki hazavezet.
a Szász Ferenc által betanított Hóvirág együttes táncai után köszönjük szépen, hogy együtt lehettünk, és további jó időtöltést kívánunk, és kellemes ünneplést! Hát nagyon szépen köszönöm az idősek nevében ezt a szép, gyönyörű műsort, hogy minket szórakoztattak, és eszünkbe jutott a fiatalság, minden eszünkbe jutott, de igazán köszönjük a tévéseknek, köszönjük a táncosoknak, az énekeseknek, és Bajna úrnak is köszönjük, hogy eltetszett jönni, és gyönyörű verset, és köszöntött minket szépen. Nagyon szépen köszönjük. Az idősek nevében köszönjük. Valaki azt mondta, hogy ha az életünket egy homokórához hasonlítjuk, minél több homokszem perget le a homokóránkon, annál tisztábban látjuk életünket. Én azt kívánom, hogy az idősek napja alkalmával, az idősek tisztánlátásával segítsenek abban, hogy az életben jobban eligazodjunk, és azt kívánom az időseknek, hogy jó egészségben, minél jobb erőben dolgozzanak, éljék a hátralevő életüket, hiszen értékes tagjai közösségünknek. Ezért elsősorban jó erőt és egészséget kívánok az idősek napja alkalmából.